Üdvözlök mindenkit! Nekrokrémmal vagyok, Warframe ember river. Hát de, némileg talán meg vagyok vele késő, de nem baj, mert szeretnék erről a karakterről beszélni. Úgy fogom menni a videót, hogy már ismered az ember, tudod, hogy tűzképességé vannak. <laughs> ja, erről fogunk beszélni, mert kapott a drága egy kis rövörköt, és valahol valahol tetszik is, meg nem is szomorú is vagyok, meg örülök is neki, mert azért örülök neki, mert mindenképpen jobb lett, ami volt. Azért vagyok szomorú, mert hogy nem lett annyira jó, mint amennyire számítottam, hogy jó lesz ami pedig a, az ultiának az animációját illeti, úgy gondolom, hogy az nagyon epikül néz ki, de, de valamilyen szinten fölösleges volt. A másik meg olyan szinten szemrák edition, <laughs> hogy el sem lehet hinni, de nagyon hangulatos, ahogy ezek a meteorok leesnek az emberre. De nem is ez a lényeg az egész átdolgozásban, hanem az, hogy az ember most már potenciálisan Endgame képes lett, legalábbis uh, a régi endgame képes. Tehát annyira erős lett, mintha régen elvittél volna egy erős warframe az endgame-be, uh, simán elviheted egy-egy harcra is, ha lenne valami komolyabb haszna ott, mert uh, igazából életben tudna maradni, elviheted magas szintű küldetésekre, mert életben tud uh, maradni. A, a problémám az is, na, órákat, órákat próbáltam úgy uh, forgatgatni a modokat az emberbe, hogy, hogy, egy olyan modolást hozza ki, ami önmagában túlélővé teszi az embert hosszú szintekre. Mire értek azt, hogy itt önmagában semmiféle kartban lévő Lifestrike és Healing Return Nélküli modolást hozzak létre, ami magas szinten, magas szinten, 100 plusz életben tartja az embert valamilyen szinten, és akárhogy forgatgattam, úgy gondolom, hogy a Digital Extreme nagyon okosan meghúzta a, a vonalat, ahol a modolás beadja a kulcsot egy bizonyos szempontból, viszont nem nagyon tettek korlátot arra, hogyha egy kardotban healing return uh, van, vagy egy live strike van, arra nem igazán tettek korlátot, hogy hol van az ember határa. És hogyha korrektül raktad össze a, a modokat benne, akkor egy healing return kard um, az, az igen, igen magaslatokig elveszi az embert, és ezért örülök neki, mert az emberből übb a, szó, a szó, Warframe lehet. Iszonyatosan jól bírja magas szinteken is, körülbelül olyan jól bírja mondjuk mint egy valkír ugye és annak van -e, egy healing return vagy egy lifestrike a kardotba, a, a és, és úgy, ugyanúgy bírja most az ember és egyszerűen elképesztő amit tud és a szomorú az ott vagyok a uh, szomorú annál vagyok hogy, hogy akárhogy forgattod benne a modokat uh, nem képes ugyanaddig a szintig elmenni healing return kard nélkül mint uh, healing return karddal ha értitek, amit akarok mondani. Szerettem volna, hogyha nem, nem kell egy life ra pazarolnom egy card modot, és nem kell egy healing return 16 slotjára pazarolnom egy egy karmodot, hanem kioszthatok maximális sebzést, mert az emberbe ilyen szempontból meg lehet bízni. Na most, uh a dolog lényege az, hogy többfajta modolást fogtok látni hamarosan, és mindegyikbe belemegyünk, és elmagyarázom, hogy mi volt a gondolatmenetem. Ezen felül természetesen ti úgy modoltak, ahogy nektek tetszik, és az a jó a, a ti játék stílusotoknak. és azt még hozzá kell tegyem, amitől fantasztikusan örülök neki, hogy átdolgozták, és ilyenre dolgozták át az embert, az az, hogy hogy utoljára talán két éve ültem ö, órákat a Warframe előtt, hogy úgy, 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 forgassam a modolást, úgy forgassam a modolást, hogy, hogy jó legyen. Úgy forgassam a modolást, hogy szóló és csapat ö, orientált ö, modolásokat hozzak részre. Ö, forgatnom kellett a modokat, mert már itt nem szimplán csak egy generik izé, modolás volt, mint, a, mint például mostanában a hogy, hogy beraksz egy intensified, beraksz egy stretchet, beraksz egy continuity és vége kimodoltad a, a, a esetleg egy vitalit, és kimodoltad a karakteredet. Az ember komplex lett, és, és a második karakterem volt a Warframe-ben, a Loki után, és azért a második karakterem, mert helyből megfogott a uh, anno, mikor néztem bemutatót róla én is, ennek már 5 év, 6 éve lassan, és a másik karakterem lett, uh, ráadásul ajándékba kaptam egy ember Prime-ot, és nagyon megszerettem, és már akkor is, uh, hogy is mondjam, uh, Endgame képes volt egy csapattal de csak és kizárólag csapattal, és, és azon kívül nagyon hosszú utat járt meg az ember, az egyik legolcsóbb, legolcsóbb karaktertől felment a legdrágább karakterig, 1000 1500 platinót ért egy ember Prime set, aztán ugye tönkretették annak a piacát, de akkor leesett az ára, de most is elég jó árat kérnek el érte. Most meg, hogy újra, hát újra, hogy így felbuffolták, még több, euh, még több platinát fog érni egy ember Prime set, főleg annak, aki van, mert most, most igazán megéri az árát. At, gondol, attól a ponttól, hogy már te adtál platinumot, hogy vigyék el tőled az ember Prime szettet, attól a ponttól az ember Prime felnőtt 1000 1500 platig szettenként, majd lement a 3-400 körülre, attól függ szerintem most megint fel fog menni az árasz. Na, de nem húzom tovább az időtök, egy jön a modulás is, amit mögé gondoltam. Nos, akkor gyorsan nézzük át a modulását, először is gyorsan beszéljünk egy kicsit a képességekről. Um, amint látjátok, egyes képesség nagyjából megmaradt annak, amin, az, nem is akkora nagy szám, felejtős. Kettes képesség, ahol az érdekességek történnek, az ember kérem szépen kapott egy némi pajzsot, ami 90%-os Damage Reduction-t ad. Na most ez nagyon trükkös, ez a Uh, pajzs, és ez a 90%-os Damage Rejection, a probléma az, hogy a Drain per Second, tehát ahogy fogy az energiád, az 3,8. Az még ugye azért elég fenntartható, az nem akkora pánik. A probléma az, hogy minél több idő telik el, és fent van ez a pajzs, annál gyorsabban fogja elszívni az energiádat, mint a régi ultia volt az embernek, az e ezelőtti ultia volt az embernek, szóval az nem áll meg 3,8-nál, az a fogyás, ez még brutálabb lesz. Egyszerűen úgy eltűnik az energiát, hogy mintha ott se lenne. A hármas képesség ugye az is változott. Kérem szépen, ugyanúgy kilök magából egy hullámot, de az már nem még folyamatosan, ami régen, csak kilöki ki ezt a hullámot és lezúzza az armorodat, ami azért elég, elég, elég jó. Nem a te armorod, az enemi armorját lezúzza, ami, amúgy, amúgy elég barátivá teszi az embert, annyira, hogy a meg az belesárgul ebbe az egész. És nem beszélve arról, hogy utána még sebzi őket tűzzel, és hol tud a meg ilyet, ugye? Na, az ultia pedig, hát tök jó, hogy át van animálva, annyitok elmondani róla, hogy übergeci erős lett, übergeci erős lett, és nézzünk el arra is egy modalást mindenképpen, és most jöjjön a... A probléma, amit én meg akartam fejteni, de a Digital Extreme nagyon ügyesen határt szabott ennek az egésznek, és az pedig a kettes és hármas képességnek a kapcsolata. A szinte, a majd, hogy szinte kötelező kapcsolata. Ugye mondtam, hogyha felzúzod magad full 90%-os sebzés ellenállásra ezzel a képességgel, ugye az pedig úgy kell, hogy a, az itt látható kis méter ott a kis izen feltöltődik, és akkor megkapod a full sebzés ellenállást, és akkor elkezd az Fogyni, ő bergeci gyorsan, egy, egy idő után. Egy darabig nem fogy. Egy, utána elkezd fogyni e, azzal az adott összeggel, ami neked be van állítva, ugye nekem itt a 3.08, 3.08, elkezd fogyni azzal, és egyszer utána elkezd felgyorsulni, és egyszerűen elfogy az energiád. Na most, ahogy ezt megállíthatod, az a hármas képességed. A hármas képességed lecsökkenti ezt a métert, ahogy itt látjátok a kis mini bemutató videóban is, és ezzel megállítja a kettes képesség által okozott energiafogyást és akkor ugye feltöltheted újra az energiádat, Zenurikkal, energiatöltőkkel, sőt a Trinity is képes feltölteni olyankor, amikor mert megvan állva az energiafogyás, a Trinity képes feltölteni téged energiával. A Digital Extreme gondolt erre is, amikor egy reverb csinálták, tehát valahogy hogy ráéreztek, hogy kicsit húzós lesz az az energiafogyás, ezért engedjük már meg még a trinity is, hogy feltöltsön energiával akkor, amikor éppenséggel a kettes energia nem szívja, a kettes képes nem szívja az energiádat. Szóval nagyon okos, nagyon okos. És ezt a problémát szerettem volna én megoldani. Szerettem volna, hogyha a kardomban nem kell raknom egy, egy life strike ot vagy egy healing return. Szerettem volna, hogy a kettes-hármas képesség kombinációvel kombinációval életben tudok maradni 100 pluszos enemik ellen is. Ezért találtam ki, hogy Adaptation Healing Film Guardian, és Hunter Adrenalin. Hunter Adrenalin olyan, mint a rage mód, ha sebeznek, feltölti az energiádat. Ha életre sebeznek, feltölti az energiádat. Na most nagyon okosával a mert 100 pluszos szint fölött a Healing Flame-nek a maximum 50 életet feltöltő képessége, szart se ér című történet, az, hogy Tenóval töltöd vissza az életedet, az igen kevés, az Adaptation és Guardian bár megvédenek, de ugye annyira azok sem tudnak megvédeni, és a Huntron Adrenaline által feltöltött energia az kevés, hogy folyamatosan fenntartsa a 90%-os sebzés ellenállást. És elfogy az energiád, elfogy az energiád, nem tudsz tölteni hármas képességgel életet, Adaptation guardian már mindegy, mert hogy, mert hogy már teljesen le, leszívják a, az energiádat, semmit sem tudsz csinálni, gyakorlatilag csak életet tölteni, ha van élet, töltöd. Úgyhogy, ja, ezért vagyok szomorú. Ez a szomorú része, hogy nem tudtam, nem lehet kihozni egy ilyen balanszot szóló változatra az embernek nem tudunk kihozni egy ilyen balanszot szóló változatban, hogy, hogy healing return nélkül a karba életben maradj. És ezért vagyok boldog, mert az ember, ha bár healing return is egy kardba, de egy ilyen modolással 100 pluszos szintek fölé viheted, és életben tudsz maradni. Amennyiben ügyes játékos vagy, és egy balanszt tudsz találni a hármas, illetve a kettes képesség között. Miért mondom ezt? Ha felviszed 90%-os sebzés ellenállásra a kettes képességet, és ugye elkezd fogyni nagyon gyorsan az energiád, és észreveszed, és elnyomod a hármast, akkor a hármas az fogja és megállítja, ha egyszer elnyomod a hármast, fogja és megállítja az energiafogyást a kettes képességnél. Azért állítja meg, mert egyben le is veszi a kettesnek a sebzés ellenállását. Jöjjön egy kis, <laughs> hogyha 90%-os sebzés ellenállásod van, és egyszer elnyomod a hármas képességet, 70%-os sebzés ellenállásra fogsz lecsökkenni. 70%-os ellenállás több, mint a semmi, az Adaptation Guardian Hunter Adrenaline kombóval uh, életben fogsz tudni maradni. És ugye, a hármas képesség miatt ott a Healing Flame, szóval, amint elnyomom a hármas képességet, visszakapok 50-et az életemből, nem sok, de valami. Adaptation visszafog a Guardian visszafog a az akkor bekapott demisből, a Hunter Adrenalin visszatölti energiába, és ugye addig a pillanat ar arra az időre, amíg a ez a kis méter, ez a kis mutató visszatöltődik 90%-ig. Remélem érthető. Tehát addig, ameddig visszatöltödök 90%-ra, és újra 90%-os sebzés ellenállásom lesz, addigra visszatöltödöm teljesen energiával értitek a, 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 kapcsolatot az egész között? És persze a biztonság kedvé egy Arcane energize is van. Akinek van egy fullos Arkane Energizer, az nem biztos, hogy kell használni egy Hunter Adrenalin. Szóval ott fel, felszabadul egy hely, egy continuity -na, kont, -na, kont, -na, kont -na, időmódnak. Oké, okay? tehát ott felszabadul egy continuity a hely, és akkor kevesebb energiafogyasztással ez, de kettőnél tovább nem tudsz lejjebb menni energiafogyasztás terén. Szóval még egyszer elmondva, 2-es bekapcsolat, felmész 90%-os ellenállásra, 3 elnyomod, lemész 70%-os ellenállásra, megáll az energiafolyás, a Healing flame egy kicsit visszatölt, a Healing Returner-ös kardod visszatölt, Arcane Guardian Adaptation megakadályozza a, a One Shot Killt, t Hunter Adrenaline visszahozza az energiádat, ha szükségedre. Addigra pedig a kettes újra feltöltődik 90%-ban ha 90%-os, és akkor visszakapod a maximális ellenállásodat, a sebzés ellenállásodat. Ha nem hiszed el, járjál utána, próbáld ki. Ez lenne az, ez az, ez lenne az egyik alapmondalás, amit használok. A kevésbé a kevésbé bátor játékosokra is gondoltam, mert itt nagyon kell kontrollálnod az energiafogyasztásodat, kontrollálnod kell a 3-as, 2-es képesség balanszát. Okay. Szóval olyan játékosoknak van, akik tudnak sok felé figyelni. A kevésbé bátor vagy kényelmesebb játékosoknak itt van ez a modolás, ahol más nem csináltam, csak lecsökkentettem, a ranged, illetve a healing return mod kimarad az egészből. Bocsánat, a healing flame augment mod kimaradt az egészből. Azért maradt ki, mert ez a modolás sokkal jobban támaszkodik a healing return nevű card modra. Adaptation guardian, hunter adrenaline combo ugyanúgy benne van, viszont ugye a healing return-el tartod magad úgy isten igazából életben. Továbbá a szint úgy a balanszal a 2-3-as képesség között, de mivel hogy több energiád is van a prime flow miatt, és hogyha nem tudsz annyira figyelni a képernyőre, akkor nem probléma, hogy ugye kicsit gyorsabban kezd el fogyni az energiád, mert 600 energiába előbb-utóbb csak észbe kapsz, hogy úristen, hova lett az energiám, mert az előbb még 600 volt, mert ugye ha kiveszem a flow modot, akkor akkor az embernek csak 225 energiája van. De 638 energiával addigra már csak ránézel arra, hogy hol jár az energiád, amire teljesen kifutna. És akkor elnyomod a hármast, megáll a kettesen az energiafogyás, adrenalinnal visszatudod magad tölteni, hogyha úgy adódik. A healing return pedig életben tart addig. Oké, okay. ez ennyi. Ez lenne a gondolatmenet. M-modulás ön mögött. És a config C-be semmi más nincs, csak egy ultimodalás, uh, és amint látjátok, csak 184%-os erő van benne, és 4600 as sevez. Bitch, please. Utána 644 és 1280 között égeti őket másodpercenként. Mi nem hal bele ebbe a borsében? Level 60-ig jó vagy vele level 60-ig jó vagy vele. Ha tovább akarod, akkor 20 fel jobban az erejét. Ennyi. Effektivitás, amit látjátok, über kevés. Miért? Uh, mert hogy van egy ilyen exotermik augment mod, című történet, ami azt csinálja, hogy 15%-os eséllyel dob energiát, hogyha az ember öl az ultiával. És ez a 15%, aki warframe azt tudja, hogy az kurva sok. Tehát 3-4 energy orbot mindig találok a földön, és csak ultizom, energiafogyás meg van oldva, és ugye energy per target, szóval 15 per 5, tehát ahány enemire esik rá a, a, az ulti, annál, kevese, annál több energiát vesz le. Ez a 15, ez bitch please kategória 600 energiánál. Szóval össz-vissza ultizol, mint egy hülye. Nagy range és kevés erővel is hatalmas sebzést tudsz elérni. Elképesztő lett. Az ember OP az ember nagyon jó most, nagyon-nagyon-nagyon tetszik, amit csináltak vele, jól kigondolták, és újra ott van a szemem előtt az ember, újra akarok vele játszani ebből a szempontból. Srácok, ennyi lett volna, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni, remélem tetszett a gondolatmenet, illetve a modolás, ha nem hiszitek, próbáljátok magatok, de úgy modoltok, ahogy neked, nektek tetszik. Nagyon köszönöm a figyelmet. Következő Warframe videóig, ami valószínűleg Wóban Rivork lesz. Sziasztok!